Hatházi Ákos úgy megtrolkodta a Kossuth Rádiót, hogy gyorsan le is keverték. Pap Szilárd István cikkel mércén. A Sallai Róbert Benedekkel történt összetűzéséről akarta kérdezni az LMP leköszöntárs elnökét a Kossuth Rádió reggeli műsora. Hatházi Ákost egyszer sem hívták be a közrádióba, amíg az LMP társelnöke volt, ma reggeli akciója után valószínűleg egy jó darabig újra mellőzni fogják. A politikus ugyanis nem állt bele a játékba, és nem kezdett el az LMP-en belüli viszonyokról beszélni, mint mondta, ha a Sallaival való konfliktusáról szeretne beszélni, elmenne a Mónika Sehobba vagy valamelyik bulvárrádióba. Elmondása szerint természetes, hogy a választások után a pártokban vannak feszültségek, de ezt kezelni fogják. És amúgy sem ez a legnagyobb kihívás a pártja számára. Számunkra a legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet leállítani azt az irgalmatlan sok pénzből folytatott kormánypropagandát, ami hazugságot súlykol bele az emberekbe, jelentette ki Hatházi. A politikus szerint a legnagyobb hazugság, amit a vidéken egyedüli hírrádióként fogható csatorna súlykol, az, hogy az ellenzék több millió migráns telepítene be az országba, és csak ezért beszél a kormányzati korrupcióról. Ezután fel is sorolt pár ügyet, amiről a közrádió sosem kérdezte őt, Tiborz ügy, Farkas Flórián ügyei, az öveges program. Hazugság, hogy az ellenzék a több millió migráns betelepítése érdekében beszél ezekről az ügyekről, ismételte többször a politikus, aki csűrű köszönöm szépennek közepette pár perc után le is kevert a műsorvezető. Az LMP-es politikus nemrégiben az M1-en is hasonló módon trollkodta meg a kormány propagandát. Most pedig Hatházi Ákos Facebook oldalának bejegyzését idézzük. Azt hiszem, egy nagy tüntetés lassan tényleg aktuális a Királyi Rádió és Televízió elé a Kunigunda utcába. Ma majd 2 évvel azután, hogy az LMP társelnökének választottak, és 1 hónappal azután, hogy lemondtam, bejuthattam a Kossuth Rádió 180 perc című műsorába is. Persze, ahogyan 1 hete az M1 reggeli műsorában most is Schaller Benedek helytelen viselkedésén akartak csám csocsogni. Az élő adásban ehelyett elmondtam, hogy Budapesten lehet hallgatni valódi híreket adó rádiókat is, de vidéken csak a Kossuth agitációs propagandája fogható. Folyamatosan súlykolják azt a hazugságot, hogy az ellenzék csak azért beszél a kormány bűneiről, mert milliószámra akar valamiért migránsokat betelepíteni. Most behívtak, hogy égessenek kicsit, de elmondtam, hogy soha nem hívtak, amikor a Tiborzról, Farkas Flóriánról vagy az öveges programról, vagy a 130 korrupciói infó valamelyikéről beszéltem. M1 pipa, Kossuth pipa, gondolom többet tényleg nem kell jönnöm. De ha lesz itt egy tüntetés, arra nagyon szívesen eljövök. Frissítés, a linken meghallgatható a beszélgetés 7 óra 50 perc 2-től 4 percet kaptam, elég hamar, lekevertek. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 3-4-8 után 7 perccel azzal megyünk tovább, hogy 7,1%-os támogatottság, 8 mandátum. A 2014-es eredményéhez képest lényegesen jobban szerepelt a 3 héttel ezelőtti választásokon az LMP. A párt akár ünnepelhetne is, amelyet úgy tűnik, hogy folytatódik a küzdelem, de már csak a párton, vagy inkább a házon belül. A személyeskedő viták egyik csúcspontja, mélypontja volt, amikor Sallai Benedek távozó országgyűlési képviselője a vita hevében elsodorta, vagy fellökte a széken ülő Hatházi Ákost, a párt korábbi társelnökét. A felek ellen egyébként különböző okok miatt párton belüli fegyelmi eljárás van, és azt is vizsgálják, hogy vajon ki volt az, aki az összetűzést rögzítette, majd kiszivárogtatta a sajtónak. Vendégünk a stúdióban Hatházi Ákos, az LMP leköszönő társelnöke. Szombaton volt egy tárgyalás így a párton belül. Kiderült-e, hogy ki készítette a felvételt? Köszönöm szépen, üdvözlöm a rádió hallgatókat, erre is próbálok majd válaszolni, azonban hagy köszönjem meg, hogy egyáltalán most jelen pillanatban itt lehetek. Azt azonban nagyon sajnálom, hogy ugye most már nem vagyok társelnök, de amíg társelnök voltam, addig egyetlen egyszer sem lehettem itt ebben a stúdióban. Most viszont itt van. Igen, köszönöm szépen. Tehát amikor engem megválasztottak társelnöknek, akkor másnapra behívtak, aztán utána reggel, amikor ott a portán jelentkeztem, akkor azt mondták, hogy majd változott a koncepció, majd hívni fognak, hát elég sok idő eltelt ezóta. Most amiről ön kérdez, ugye az azok a feszültségek, amik természetesen azokban a pártokban, amelyek nem érték el azt, amit szerettek volna, nem érték el a kormányváltást, ezek a feszültségek természetesen benne vannak, és ezeket kezelni kell, kezelni is fogjuk, de nem ez a legnagyobb kihívás jelen pillanatban számunkra. A legnagyobb kihívás számunkra az az, hogy hogyan lehet leállítani azt az irgalmatlan sok pénzből folytatott kormánypropagandát, amelyik tulajdonképpen egyetlen egy hazugságot súlykol bele az emberekbe, azt a hazugságot, hogy az ellenzék az csak azért szeret
szeretne, azért beszél a kormány bűneiről, a korrupcióról, a lopásokról, mert millió számra szeretné behozni. Azért... millió számra szeretné behozni a menekülteket. Ugye nem az a hazugságuk, tehát nem itt gyakorlatilag ebben a rádióban, abban a rádióban, amit vidéken tulajdonképpen egyedül fogni lehet hírrádiót, ebben a rádióban nem az a nagy hazugság, hogy menekült krízis létezik, hiszen létezik menekült krízis, és ezt meg kell oldani. A hazugság az, hogy csak ez az egyetlen egy krízis van Magyarországon, illetve... De krízis hát van például az LMP-n belül is. Bocsánat, csak hazugság. Hadd jussak egy picikét én is olyan szóhoz, amire egyébként amit én nem kaptam meg itt sajnos másfél évig, és próbálom ezt kihasználni, ezt az alkalmat. Igen, csak azért az egy természetes dolog szerintem, már ne is haragudjon, hogy azért az is érdekli a választókat egészen biztos, hogy mi történt például önök között, Hatházi Ákos és Sallai Benedek között. Fellökte, elsodorta, ellökte. Nem akarok én lovagolni a szavakon, de lehet más a politika, az nekem egy stílusváltást is jelenthetne akár. Egy konszenzusra törekvő, egy mérsékelt, egy kevesebb igen. feszültséget, kevesebb vitát generáló pártot. Bizonyára ilyen is az LMP, igen. de ez a veszekedés, ez az egymásnak esés azért szokatlan a igen, magyar politikai hogyha, életben is. Tulajdonképpen mi történt akkor most? Ellökték vagy felsodorták? Ha erről szeretnék beszélni, akkor nyilván elmennék egy Mónika Show-ba, vagy elmennék egy Bulvár Rádióba, a Magyar Kossuth Rádió, igen, amit csak vidéken az, egyedül hogy... lehet hallgatni. De nagyon érdekes, hogy hogyha jövök fel Budapestre és bekapcsolom a rádiót, akkor hallok inforádiót, klubrádiót, nagyon sokféle híreket lehet hallani vidéken, csak ezt az egyetlen egy rádiót lehet hallani, azt a rádiót, amik azt sugallja az embereknek, hogy az ellenzék csak azért beszél korrupciós dolgokról, csak azért beszélek Farkas Flóriánnak az ellopott milliárdjairól, csak azért beszélek a Tibor Istvánnak, a miniszterelnöknek, a vejének az ellopott milliárdjairól, csak azért beszélek nem az öreges úgy programról, úr, hogy... mert én valamiért, valamilyen pervez oknál fogva millió számra szeretném behozni a menekülteket. Ez egy őrült nagy hazugság, és amikor bejöhetek ebbe a stúdióba, akkor természetesen azt próbálom elmondani azt a nagyon sok embernek, aki csak ezen az egy csatornán keresztül kapja a híreket, hogy hazugság az, hogy az ellenzék millió számra szeretné behozni a menekülteket. A menekült válság létezik, de a menekült válságot meg kell oldani, és ezen kívül viszont rengeteg más problémája van ennek az országnak. Hát köszönjük szépen, Hatházi Ákost, az LMP leköszönő társelnökét hallották.